Tisztelettel köszöntöm Önöket, ez itt a Sport Ma, a Pécs TV napi sport összefoglalója. Kézilabdázásról beszélgetünk, majd lesz kosárlabda, valamint karate is a műsorban. Maradjanak velünk, azonnal kezdünk. Kérem szépen, valamikor kiválóan működő sportág képviselője ül itt, maga is játszott. Nagyszerű játékos volt, a pécsi kézilabdázásról fogunk beszélni. Konkrétan is a Pécsi Kézilabda Klub és a csapatot működtető Kft. Kapcsán, valamint hát próbálunk általánosságban is egy kicsit megváltani a világot. Nagy tisztelettel köszöntöm Kovács Zsoltot, aki ugye a Pécsi Kézilabda Klubot működtető Kft. Ügyvezetője, meg még egyéb minden más is vagy, Zsolt, mert amikor néha találkozunk a PMF szirodában, akkor mindent csinálsz gyakorlatilag, de azért mégis mi a feladatod tulajdonképpen? Így van, jó napot kívánok, köszöntöm én is a kedves nézőket. Hát mondhatom, hogy sajnos több rétű ez a feladat, hisz jelenleg egy személybe látom el itt az ügyvezetői teendőktől kezdve egész a technikai vezetés, adminisztráció, stb. Tehát a komplett dolgokat. Azért mondom, hogy ez sajnos, mert jelenleg nincs olyan anyagi helyzetben a klub, hogy plusz munkatársokat tudjunk. Na de mégis az a terv, ugye beszéltünk eltökért szándék, akár ha Kovács Jenő edzőt mondom, ő vele is erről szoktunk beszélgetni, hogy fel kell kerülni az első osztályba, már csak azért is, hogy ne süllyedjen ez még jobban lejjebb. Így van, ez egyértelmű célként lett kitűzve erre az évre. Mindent ennek rendel alá a csapat vezetés és a támogató közönség is. Egyértelmű feljutása, cél. Meglátjuk, hogy fog sikerülni. Hál' Istennek most idén viszonylag könnyebb helyzetben vagyunk. A kiesők nem indulnak, vagy hogyan működik? Az egyik kieső csapat, a Hargita megszűnt, így van, a másik a Csömör Keletre került. A másik könnyebbség pedig, hogy a következő szezontól megváltozik az NB1-nek a létszáma, az első osztály létszáma. Így most keletről is, nyugatról is, a másodosztályból az első két csapat automatikusan felkerül, a harmadik pedig osztályozott játszik az NB1 kiesőivel. Lesz megfelelő játékos bázis, illetve hát ehhez kapcsolódik az anyagi lehetőség. Így van. Tehát kell-e igazolnunk, vagy tudtunk-e igazolni valakiket? A tavalyi csapatnak a magja együtt maradt. Ez mondjuk egy erősítés, hogy nem nagyon mentek el, ugye? Reméljük, igen, hogy erősítés. Bár két meghatározó játékosunk, a Szaponos Gergely és a Szabó Péter távozott a klubtól. A új igazolás lesz a Szabó Tamás Komlóról, kapusposztra, és bízom benne, hogy nagyon nagy erősítés lesz. A legnagyobbnak gondolom, hogy a Mirko Vujovic felépült a sérüléséből. NB1-es szinten is meghatározó játékos, bízom benne, hogy nagyon sokat fog tudni segíteni. Az, hogy nem indít NB2-es osztályban csapatot az Egyesület, ez jó vagy rossz? Ugye most kétélő ez a dolog, mert ha arra gondolok, hogy mondjuk megmarad néhány forint az utazás és egyéb spórolással kapcsolatosan, viszont ha arra gondolok, hogy azok a játékosok, akik kimaradnak vagy keveset játszanak, azoknak viszont jó. Kuhó lenne ez az NB2-es bajnokság. Így van, két oldalú a dolog. Hát az egyik oldal, amiről az elején is beszéltünk, hogy alá van rendelve minden a feljutásnak, és hát költségkímélés, ki kell mondani, költségkímélés címén nem indítjuk az NB2-es csapatot. Nekik lesz egyébként, bocsáss meg, elfoglaltságok, vagy mindenki fölkerül az első osztályba? Lesz, mert ugye nagyrészt az ifjúsági csapatunk adta ezt az NB2-es brigádot, illetve egy-két játékos, aki kiöregedett az ifiből, de a felnőtt csapatban még nem tudott szerepet kapni. De hál' Istennek itt a környező csapatokkal, gondolok itt NB1-bés vagy NB2-es csapatokra is nagyon jó a kapcsolat, hogy vagy kettős játékengedéllyel, vagy kölcsönbe szerepet fognak tudni kapni ezek a játékosok. Jó, gondolom én azt, hogy azért a pécsi önkormányzat tett lépéseket a klub irányában, hiszen tulajdonrészt vásárolt, ugye? Így és ez van. Azt is jelenti, hogy valamilyen módon majd, hogyha jó szerepel az együttes, lehet bizonyos garanciákat beépíteni ebbe a kapcsolatba.
Így van, így van. Akár a 3 éves szerződés. Így van, ígéretek vannak a város részéről, hogy az első osztály esetén megkötik velünk ezt a 3 éves támogatást. Hát mondanom se kell, hogy ez hatalmas lehetőség a csapat és a klub életébe is. És előzetes tárgyalások, illetve puhatolózások alapján, ha sikerülne elérnünk az első osztályt, válogatott szintű, illetve jelenleg is válogatott kerettag pécsi játékosok is hajlanának az újbóli pécsi szereplésre. Arról mi a véleményed, hogy sokan régiós kézilabda egyesületet emlegettek valamikor? Na most azért működik egy nagyon jó szigetvári klub, és működik egy nagyon jó Komló itt a szomszédban. Lehet-e valamilyen módon kooperálni az egyesületekkel? Így van. Hát ugye itt nem csak a sportban, hanem itt a gazdaság és egyéb területeken hát is régiós, gondolkodás. Képlékeny a dolog egyelőre. Vannak kölcsönjátékosok esetleg? Vannak kölcsönjátékosok természetesen. Ugye itt a megyében nagyon sok a csapat is kézilabdába, tehát a mi sportágunkba. Ez volt az egyik oka is, hogy szóba került ez az úgynevezett, hát ilyen Baranya KC nevezetű dolog, de konkrét dolgok nem történtek ez ügybe. Elkészült a sorsolás ugye néhány nappal ezelőtt. Én magam is láttam, de most meg nem tudom mondani, hogy kivel kezdünk. Szeptember 10-i hétvégén kezdünk Pápán. Na most kik azok, akik ellenfelek lehetnek? Ugye, ahogy mondtad, itt tulajdonképpen két csoport van az NB1-ben, tehát van egy nyugati és egy keleti, tehát nekünk ebben a nyugati régióban kell helyet állnunk. Mondjuk kik azok, akik nagy ellenfelek lehetnek a feljutás? Hát itt az előző évek alapján tudok egyelőre nyilatkozni, mert ugye majd a bajnokság kezdet előtt egy-két héttel fog kiderülni, hogy igazán kik lesznek az ellenfelek. De az előző évek alapján itt a Balatonfüred, az Albaregia, a Székesfehérvári Albaregia, és egyelőre úgy néz ki, hogy a Csurgó. Ott erősítés történt? Vagy egyébként is a Csurgó? A Csurgó MB2-es feljutó csapat, és hallomásból úgy tudom, hogy Nagyatádról, így van. Uh-huh. Nagyatádról kerültek át elég sokan Csurgóra. Mikor kezdődik a felkészülés? Felkészülés jövő héten hétfőn, 24-én 17 órakor kezdődik. Napi 2 edzéssel készülnek a srácok. Zsolt, nem tanácsot akarok adni, Isten őriz, hiszen nem értek ehhez, de ugye tesztek lépéseket a kedves közönségnek a visszahódítására, illetve a megtartására, mert akárhol járok az itt a városban mindenki azt mondja, hogy egy nagyon jó férfi kézilabda csapat, és a hölgyekre is szükség van Pécset, és akkor, amikor igazából jó ment az együttesnek, azért nem volt ritka a 2000 néző mondjuk egy Veszprém meccsen. Tehát lesz valami olyan, ami minket benne mondjuk visszacsalogat oda. Első lépésként szeretnénk egy helyi tornát is rendezni itt Pécsen a felkészülés folyamán, ami az elmúlt években nem igazán volt. Az előzetesek alapján elég komolynak tűnik ez a torna. Ugye Kovácsics Miklós nemrég elhúgy kiváló kézilabdázó emlékére kapus. Így van. Itt az előzetes megkeresések alapján a Tatabánya, a Komló és az Eszék csapata is elfogadta a meghívásunkat. Szeretnénk a régi kézilabdásokat, a klub körül tevékenykedő emberkéket visszanyerni a sportnak. Közönségtalálkozókat fogunk szervezni. Így van, és ahogy kiderült, egy olyan közel másfél hónappal ezelőtt rendeztünk itt Pécsett egy Magyar Kupa. Igen, hát ezt akartam mondani, ugye, hogy ebben neked nagyon nagy szereped volt, hogy ezt sikerült megpályázni, és meg is nyertük, de hát ezt nem szabad abba hagyni majd talán jövőre is. És ilyenek kellenek a nemzetközi mezőnyben is. Így van, terve van, én szándékozok, hogy jövőre is ezt megpróbáljuk megrendezni. Most én is mondok neked egy jó hírt, hogy a televíziónk segít nektek abban, hogy ismét régi fényében csillogjon a csapat, csillogjatok, vagy csillogjunk közösen, majd meglátjuk, hiszen megkülönböztetett figyelmet fogunk tanúsítani irányatokban. És én azt gondolom, hogy ennél jobb együttműködés talán nem kell. Gondolok itt a meccsek közvetítésére, edzések látogatására, beszélgetésekre, egyebekre. Most már csak a csapaton a sor, hogy... Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, élni fogunk vele. Hogy legyen NB1-es csapat. És mindent meg fog tenni a csapat, hogy kölcsönös legyen ez az együttműködés. Köszönöm, szívesen látlak máskor is. Erre jó híveket. Köszönöm szépen, sok sikert. Köszönöm.
Zalai Zoltán, a PVSK társi edzője irányítja az Európa bajnokságra készülő U18-as fiú válogatott kosárlabda keretet. Az egyik edzésükön Katics Bernadett kolléganőm járt. Napi két edzés és felkészülési mérkőzések szerepelnek az U18-as fiú kosárlabda válogatott programjában. A háromhetes pécsi edzőtábort Zalai Zoltán vezeti, aki a szövetségi kapitányi poszt mellett a PVSK társi fiú csapatának vezető edzője. A korosztályos gárda szövetségi kapitánya elmondta, hogy már 4 találkozót lejátszott a csapat az Európa-bajnokságra összeállított felkészülési program részeként. A pécsi szakember elégedett volt a fiúk szereplésével, főleg a legutóbbi horvát válogatott elleni mérkőzésen nyújtott teljesítménnyel. Hát eddig 4 mérkőzést játszottunk, az első kettővel abszolút nem voltam megelégedve, ott nagyon gyengén játszottunk, de a második két mérkőzésen már egyre jobban, sőt a negyediken kifejezetten jól, és Európa egyik élcsapatával tudtunk hazai pályájukon egy hosszabbításos meccset játszani, ahol végül is 1 ponttal kaptunk ki. A horvát válogatottról beszélek, korosztályos 18 éves, tehát junior válogatottról, ez nagyon nagy dolog, ez nagyon reményteli a jövőre nézve. Milyen csoportba kerültetek? Hát, szerintem a legnehezebbe, mert a házigazda románokkal vagyunk egy csoportban, együtt vagyunk egy 2 utódállammal, az észtekkel, illetve Bosznia-Hercegovinával, és Skócia az 5. Ebből az 5-ös csoportból 2 jut a legjobb 8 közé. Vannak-e most sérültek a csapatban? Igen, sajnos egy fiunk sérült, ami nem sportsérülés, megcsípte egy pók, vagy ha rosszabb esetben egy kullancs ment bele, most vittük éppen orvoshoz, és kapta meg a tetanuszt. Mióta készültek itt Pécsett, és mennyire vagy megelégedve az edzés munkával? Hát két hete készülünk, és eddig jó, szerintem jó teljesítmény nyújt a csapat. Mi a véleményed magáról a csapatról, milyen az összeállítás, mennyire vagytok megelégedve? Hát a közösség az mindenféleképpen jó, és a csapat szerkezet is szerintem egész jó. És hát összetartunk, úgyhogy jó barátok vagyunk, elég régóta ismerjük már egymást, úgyhogy szerintem jó lesz. Milyen eredményre számítotok? Hát ez a legnehezebb. Szerintem 8-ba bekerülünk, hogyha ugyanúgy játszunk, mint horvátok ellen az edzőmeccsen tegnap előtt, mert az elég is jó volt, úgyhogy ha úgy teljesítünk, akkor szerintem 8-ba bekerülünk. Én meg vagyok elégedve. Egy kicsit többet várok, mint a 8-ba kerülés, mert tényleg a horvátok ellen jól játszottunk. A csoportban az észtek, a legnagyobb ellenfeleink, és talán a románok, hogy ők hazai pályán vannak. Igen, és szerintem, hogyha valamelyiket sikerül megvernünk, akkor már jó esélyünk van tovább jutni. Te mióta kosárlabdázol, és meddig szeretnéd folytatni? Hát én kb. 10 éve. Hát és szeretném, hát ameddig bírom, hogy tudom csinálni, ameddig úgy érzem, hogy még megy, jól megy. Van példaképed? Példaképen? Hát példaképi kifejezetten nincsen, de kedvenc játékosaim vannak. A magyar csapat még Csehország korosztályos legjobbjaival és az osztrák U18-as gárda ellen lép pályára a romániai korosztályos Európa-bajnokságig. A magyarok a legnehezebb csoportba kerültek, de a cél a legjobb 8 közé kerülés, amit a csoportok első 2 helyezettje vív ki. Rövid híreink, információink következnek most. Vizsgákkal zárult az egyhetes karate edzőtábor. A tanfolyamon több neves edző is tartott bemutató foglalkozásokat. Most nézzék meg az eseményről készült rövid összefoglalónkat. Idén is közel 300-an vesznek részt a Kyokushin karate edzőtáborban Pécsett.
A Magyar Szövetség fennállása óta az idei a 29. edzőtábor, melyek mindegyikén vizsgát tesznek a karatékák. Garas József, a pécsi szervezet vezetője elmondta, hogy városunk a 67 hazai klub közül az eredményesség szempontjából a középmezőnyben foglal helyet. Az edzőtáborban napi háromszor nagyobb csoportokban készülnek a fiatalok, és mindenki megtalálhatja magának legmegfelelőbb edzésmódszert. A Magyar Kyokushin Karate Szervezet elnöke Sinan Furkó Kálmán, aki több mint 30 éve aktívan részt vesz az edzőtáborok szervezésében, természetesen a pécsi rendezvényre is eljött. Az edzőtábor technikai és küzdésvizsgákkal zárul. Az elnök elmondta, hogy az övvizsga követelményeinek általában a résztvevők 60%-a felel meg. Ez volt a Sport Ma, a Pécs TV napi sport híradója. A képernyőn internetes elérhetőségünket tetszenek látni. Kedden is várom önöket ugyanitt, ugyanebben az időben sporthírekkel, friss információkkal. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!